Ebben az esztendőben is Székesfehérvár adott otthont a Mezőföld virágai szóló táncversenynek. A Malom utcai táncházba az ország szinte minden térségéből érkeztek táncosok, illetve határon túli szólisták is megmérettettek, Adonytól Zalaegerszegig, Marosvásárhelytől Pozsonyig. Az Alba Régia Táncegyesület idén nem írt ki kötelező táncanyagot, jelentkezők a magyar nyelvterület bármely dialektusából választhattak, ugyanakkor Majoros Andor, az egyesület művészeti menedzsere elmondta, szívüknek tetsző lenne, ha minél több mezőföldi táncot láthatnának. Ez már a 11. alkalom, és a tavaly előtti évekhez képest, amikor ilyen 50 produkció, mintegy 80-85 versenyző jelenik meg az országból, most ez megduplázódott, tehát még valószínű, hogy nézők a csilláron is fognak lógni, de hál' Isten szinte mindenki megérkezett, és így mondhatom, hogy 95 produkció kerül ma megmérettetésre gyerek, ifjúsági és felnőtt korosztályban. A versenyszámokat két tagú szakmai grémium értékelte, Tóth Judit néptáncpedagógus, örökös aranygyöngyös táncos, az Urbán Verbunk junior művészeti vezetője kiemelte azt a felelősséget, amely a népi kultúra megőrzését szolgálja egy ilyen találkozóval. Nagyon nagy felelősség, már pedig azért is, mert hogy mindenki, ahogy felsorolni is tetszett, pedagógusok és gyerekek, és mi az értékelő, úgymond zsűribizottság is, azt gondolom, hogy a legjobb tudásunkat hozzuk ide. A gyerkőcök a tánctudásukat, a pedagógusok azt a felkészítő hatalmas munkát, amivel idáig eljutatják ezeket a gyerekeket. Az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület szakmai támogatásával megvalósuló verseny elsődleges célja a korosztályok találkozása és a különböző táncműhelyek, legyen az művészeti iskola keretében működő, avagy más amatőr közösséghez tartozó bemutatkozási lehetősége, hogy a táncosok felmérjék, hol is tartanak, milyen színvonalat képviselnek, hangsúlyozta Szarka Zsolt néptáncpedagógus, koreográfus, örökös aranysarkantyús táncos, a Csaba Nemzetiségi Néptánc Együttes művészeti vezetője. Több szempont szerint próbáljuk vizsgálni az idejékező táncosokat, folklorisztikai hitelesség, előadói készség, színvonal, énekzenei illeszkedés, teljesítmény, illetve impressziók által benyomást szerezni a magával a produkció. Ez a talán legfontosabb, hogy igazából szólista, és nem elégesen még arra is figyelni fogunk, hogy milyen viseletben vannak a versenyzők. A versenyen a résztvevők Mezőföld virága szóló táncosi díjakat vehettek át, külön elismerést kaptak a legjobb mezőföldi előadók, de egyéb külön díjakat is kiosztott a zsűri.